Hello, hello mindenkinek, itt vagyok a Kérdezz, felelek videó második részével. Kicsit elhúzódott a második rész elkészítése, de mindjárt mondom, hogy milyen témákkal jövök most. Lesz szó a tőzegről, lesz szó idén megvalósuló vagy meg nem valósuló maron projektekről, lesz szó az esővízről, lesz szó kürtvirágokról, lesz szó tőzegmoháról és kókuszorostról, valamint a végére beraktam egy extra választ, ami kicsit személyesebb jellegű, de remélem, hogy emiatt sem fogtok megharagudni, úgyhogy kezdjük is. Első kérdésünk Lászlótól érkezett. Találtam oázis márkájú tőzeget. A leírás szerint novobaltot tartalmaz, savanyú tőzeg, 4,5 körüli pH-val. Kevertem még perlitet is az eregyhez. Ez a tőzeg megfelelő-e a növény számára? A barkácsáruházak saját márkás tőzegével nekünk az a tapasztalatunk, hogy eléggé poros anyagról van szó. Igaz, hogy ráírják, hogy van benne novobalt, de nem tudjuk, hogy mennyi részben, hány százalékban, és mellette még mit kevertek bele. Lehet, hogy mondjuk hansági tőzeget, vagy német felföldi tőzeget, vagy komposztot esetleg, ami ugye tápanyagot tartalmaz. Emiatt a használatát végső esetben javasoljuk. Egyébként rendes szobanövényekhez nyugodtan hozzákeverhetitek a talajlazítás miatt, hogy a virágföld ne keményedjen be teljesen. Ha tényleg csak ezzel tudtok dolgozni, mert tényleg nincs más a közelben, akkor egy tészta szűrővel, ilyen apró lyukúval, ilyen 2-3 mm-essel átszitáljátok, és a nagyobb frakciót fogjátok felhasználni. Nyugodtan keverhettek hozzá a perlitet, az jót tesz a közegnek. A pH érték ugye rá van írva, hogy 4,5 közötti, az teljesen jó, mert savas. Az eredeti novobalt tőzeg olyan 3,6-tól 4,2-3-ig jó, úgyhogy biztos, hogy valamit kevernek hozzá, hogyha 4,5-ig felmegy a pH. És ennek függvényében ugye nyilván majd nekünk a növényt figyelni kell, hogy hogy reagál erre a közegre, hogyha deformált csapdákat hoz, vagy a leveleken akármilyen színeződést, elváltozást tapasztaltok, akkor ez a közeg nem lesz jó, és akkor tényleg egy normális tőzeget kell beszerezni. Erre a kérdésre nekem ez a válaszom. A következő érdekes kérdés Gellértől érkezett. Vannak-e esetleg mostanában folyamatban, vagy tervben olyan természetvédelmi projektek, amelyben a maron is részt vesz? Ez egy érdekes téma. Már régóta próbáljuk felvenni a kapcsolatot nemzeti parkokkal, vagy természetvédelmi szövetségekkel, szervezetekkel. Az a tapasztalat, hogy nagyon nehezen állnak, kötélnek, mivel mi csak egy úgymond civil szervezet vagyunk, és nem vagyunk egyesület, így nagyon nehéz együtt dolgozni. Régebben a Bükki Nemzeti Parkhoz volt kapcsolatunk, de sajnos ő már nem dolgozik ott, így vele csak közvetett módon tudunk utat nyitni a Nemzeti Parkhoz. Van is egyébként egy kis projektünk most alakulóban a júniusi hónapra, remélem össze fog jönni, majd arról is készül egyébként egy videó. Próbáltam felvenni a kapcsolatot például a Fertőhanság Nemzeti Parkkal, ahol az utolsó magyarországi hízóka élőhely van. Három kollégának írtam, senki nem válaszolt, vagy el vannak havazva, vagy úgy gondolták, hogy nem akarnak ilyen külsős társaságot bevonni a saját dolgaikba. Próbálunk majd még hivatalosabb utat hozzájuk is nyitni, de egyébként mi bármilyen projektre nyitottak vagyunk, akár mondjuk tanácsadás szintjén, ha bár nem tudom, hogy én mondjuk milyen tanácsot tudnék adni egy környezetvédelmi szakembernek, mert nekem nem ez a szakmám, én csak hobbiból művelem ezt, viszont van a csapatban végzett biológus, akár aki doktori címet is már megszerezte, úgyhogy rajta keresztül tudunk ilyen projektekben részt venni, hogyha erre van igény. Egyébként Szőcén a tőzegmohás lápot fenntartó szervezettel az egyik kollégánk dolgozott együtt ilyen fajtamentő génmegőrző program keretében, ahol a harmadfüveket telepítették vissza magról nevelt állományból. Ez a projekt már lefutott, erről majd egy picikét egyébként a Bálinttal beszélgetni fogok, hogy hogy megy egy ilyen projektnek a
a leszervezése, milyen feltételek kellenek hozzá, ki kaphat rá engedélyt, milyen szerződés kell az egészhez, úgyhogy erről majd lesz egy pici háttéranyag, egy videó, hogy hogy működnek mondjuk a természetvédelmi vagy génmegőrző projektek az országban, valamint a botanikus kertekkel és a fűvészkertekkel aktív kapcsolatot ápolunk. Ugye most is Pécsen voltunk egy rendezvényen, ahol meghívott bennünket az egyetem botanikus kertje. Jövőre is menni fogunk. Itt meg szoktuk nézni a helyi állományt, hogy hol tartanak például a növényeknek a tartásával, milyen növényeik vannak. Szoktunk egyébként felajánlani növényeket ajándékba, vagy valamikor tőlünk szerzik be a növényeiket, hogyha valami extra dolog kell, és ha megkérnek, segítünk egyébként ilyen gyűjteményes résznek a kialakításában, erre már volt is példa például a szegedi fűvészkertben. Úgyhogy vannak ilyen aktív kapcsolatok, nyilván mindenkinek ezer dolga van, kicsit döcögősen megy, főleg a leszervezés, de próbálunk ebben mozogni. Következő kérdés Attilától érkezett. Szia! Annyi lenne a kérdésem, hogy a kürtvirágoknak, Saracenia purpurea, újra fog-e termelődni az emésztő nedve? Nagyjából ilyen kontextus nélkül érkezett ez a dolog. Én azt sejtem, hogy ő vásárolt, vagy kapott valahonnan, esetleg rendelt valahonnan egy növényt, amiben nem volt folyadék, viszont az interneten egy csomóképpen azt látjuk, hogy a purpureáknak áll a csapdájában a víz. Ez nyilván azért van, mert olyan a habitusa a növénynek, hogy ilyen szépen elfekvő csapdákkal dolgozik, amiben ugye beesik az esővíz, összegyűjti azt, és majdnem színig telik csapadékkal. Viszont ebben a vízben ugye vannak emésztő enzimek, mondjuk rendeltél valahonnan egy növényt, jön a postán, össze-vissza forgatják a dobozt, nyilván kifolyhat a csapdákból ez a folyadék, és ilyenkor mi a teendő? Azt szoktam csinálni, ami egyébként a kancsókáknál is működik, hogy esővízzel vagy desztillált vízzel egy picit visszatöltöm ezt a folyadékot, nem töltöm fel teljesen magát a csapdát, hanem itt pár millilitert vagy pár centilitert öntök bele, és utána, mivel ugye kültéri növény, kiteszem a kinti helyére, és idővel a csapadék miatt ugye felgyűlik benne a folyadék. Annyi dolgunk van, hogy tiszta vizet öntünk a kürtökbe, és utána a növény elrendezi magának. Viszont ha ezt nem tesszük meg, akkor előfordulhat az, hogy a növény úgymond szárazságot érez, és le fogja szárítani ezeket a csapdákat, úgyhogy legyünk bátrak, öntsünk egy kicsit bele. És ha már itt tartunk a kürtvirágoknál, egy pici érdekesség, ugye egészen észak, hát majdnem Kanadáig van az elterjedési területe a purpureáknak, ugye a leghidegtűrőbb, a legstrapabíróbb növényről van szó a kürtvirágok között, és ez a szinte már-már fekvő habitus azt eredményezi, hogy nem csak rovarokat ejt el a növény, hanem például a foltos szalamandra kisebb példányait is. A Torontói Egyetem kutatói végeztek kutatást egy külön élőhelyi területen. Ez a terület az Algonquin Parkban található, ahol a mocsaras részeken több száz purpurea csoportosulást vizsgáltak meg, kifejezetten a szalamandrák tekintetében, és nagyon sokban találtak kisebb vagy közepes méretű szalamandrákat, amelyek vagy még éltek, vagy már bomlófélben voltak. És itt jön ugye a biológusok találgatása, hogy ez mitől van. Az első feltevés, ami ugye a logikusan jön, kürtvirág által elejtett rovar maradványokat csemegézik ezek a kis kétéltűek. Másik feltevés az, hogy a szalamandrák ugye vizes élőhelyet kedvelnek, és kvázi menedéket keresnek ezekben a növényekben, viszont ugye a csapda belső felépítése azt eredményezik, hogy miután ugye behúzódnak a csapdába, nem tudnak kimászni, éppen azért, mert a viaszos szőrök nem engedik. Úgyhogy ezzel a két verzióval vagy magyarázattal találkozhatunk a purpurea tekintetében. Majd a további kutatások ezt eldöntik, hogy végül is melyik az igaz, viszont a kürtvirág mindenféleképpen jól jár, mert extra tápanyagokhoz jut. A szalamandra populációt ez annyira nem rázza meg, mert végül is összességében nagyon kis egyedről van szó, pár százalékról beszélünk, de azért mégis egy érdekesség. A következő kérdést Bogyó küldte be. A sphagnum mohát mondták a kancsókának a talajába, te a kókuszrostot, akkor most melyik jó, vagy esetleg mehet mindkettő?
Illetve te milyen arányban teszel perlitet a tőzekhez? A különböző növénycsaládok talajkeverékeihez a marom.hu oldalon vannak fent ajánlások, viszont ez mindenkinél változik egyébként, hogy milyen talajt kever be. A kancsókák talajkeverékével kapcsolatosan mindig jön kérdés egyébként privátban is, vagy a csoportban, akár a chat felületen is. Nagyon sokféleképpen lehet nekik talajt keverni, a YouTube-on is nagyon sok videót láthattok, hogy ki hogy miben ülteti a kancsókákat. Működik az élő tőzegmoha, működik a szárított tőzegmoha perlittel keverve, működik még komplexebb keverék is. Mohatőzeg, kókuszrost vagy kókuszchips, perlit vagy akár fenyőkéreg keverék is működik. Ugye én a sima mohatőzeget használom, kókuszchipszel kiegészítve, valamint perlittel, egy kis fenyőkéreggel. Mostanában keverek már bele szárított szálas tőzegmohát is. Ez a kókuszchipsz egyébként, amit én használok, ez ilyen darabolt kókusz háncs vagy héj. Én ezt tök jónak tartom, mert semleges kémhatású, mivel mosott már nincs benne semmiféle ásványanyag vagy tápanyag, nagyon jó felveszi a nedvességet, lazítja az egész talajt, könnyen átfolyik rajta a víz, és tapasztalatom szerint a kancsókák is szeretik, hogyha ilyen jó nagy darabos a talaj, mint akár mondjuk egy erdőben vagy ligetes területen maga az aljzat, ahol élnek. Perlitből én a nagyobbik szemcsenagyságút használom, ugye kettőt lehet általában kapni, ilyen 2-4 mm, ami a 4 mm az már nagyon a teteje annak a kiosztályozott perlitnek, a másik pedig ugye a nagyobb szemcsenagyság az a 3-6 mm körüli méret, viszont mind a kettő perlitet én ki szoktam még szitálni, mert elég porosan szokott érkezni. Százalékos arány nem tudom, mert én érzésre szoktam keverni, de olyan kb. 30% körül lehet. Az általános talajhoz, ami ugye a kürtvirágoknak vagy vénusz légcsapóknak jó, abban elmegyek 40%-ig is, de abban nincs már annyi kókusz, chips, nincs annyi fenyőkéreg. Úgyhogy az én ajánlásom az, hogy ezek közül bármelyik mehet a kancsókák földjébe. Lehet játszani az arányokkal, melyiket szereti jobban a növény, de nyilván ez majd hosszú távon fog kiderülni, úgyhogy lehet próbálkozni. A mai utolsó hivatalos kérdésünket Laci küldte. Ma gyűjtöttem a tetőről folyó eres csatornából esővizet, elég sok össze is jött. Viszont a vödör tetején habot látok, mindkét vödörben. Előtte kimostam őket. Te ezt használnád? PPM-re jónak tűnnek. Szóval most a májusunk úgy alakult itt a vége felé, hogy teljesen aktuális ez az esővízgyűjtős procedúra. Mindenki úgy gyűjti az esővizet, ahogy tudja, meg ahogy sikerül. Nyilván erre vonatkozólag is vannak ajánlások, meg praktikák fent a Maron honlapon, de azért előfordulnak kérdések. Alapjából én mindig azt ajánlom, hogy ha elkezdesz ezekkel a növényekkel foglalkozni, akkor legyen egy úgymond TDS mérőd, ami ilyen kis egyszerű elemmel működő mérőműszer. Én azért vettem kettőt, mert szeretem ellenőrizni a dolgokat. Inkább a pH mérőnél szoktak furcsaságok előfordulni, azt egyébként időnként kalibrálni is kell, de ezzel a TDS mérővel, én a kettővel el vagyok teljesen. Amikor én érdekeset mérek, mert általában ezt a kéket használom, szerintem ez valami emagos, ilyen 3-4-5 ezer forintos dolog volt, ezt pedig máshonnan rendeltem, direkt más típust, és akkor a kettőt összehasonlítom, hogy mennyi eltérés van a kettő között, de általában ugyanazt mérik. Ez nem csak a ppm értéket méri, hanem a vezetőképességet, a mikroszímenzt is, úgyhogy azzal is tudtok dolgozni, hogyha valakinek erre van szüksége. Maga az esővíz az egy tiszta desztillált víz, elvileg, viszont a légkörből egy csomó mindent fel tud venni, amíg leér a talajszintre. A tetőfelületén egyébként a két eső között általában mindig megtapadnak a porszemcsék, madárürülék, bármi. Nagyvárosokban ugye a szállópor is a tetőfelületeken landol nagyrészt, és amikor jön az eső, ezt nyilván lemossa az első pár percben, és hogyha ez gyűjtött be, akkor igenis ez a
úgymond plusz ásványi anyag vagy tartalom, ez fel tud habozni vagy habzani. Mondjuk a tengervíznél általában a túlzott fehérje tartalom tud ilyen habzást okozni, egészen vastag habréteg tud kialakulni a tengereknél. Valamint Magyarországon a folyóknál is előfordul, vagy kisebb patakoknál, hogyha valami olyan anyagot engednek bele illegálisan, akkor ugye felhabzik az egész. Na most az esővíznél is előfordulhat ilyen, vagy ha nem tiszta az edényed, vagy ha a tetőről olyan anyagot mosod bele az első pár percben, ami mondjuk habzást okoz. Ez szinte természetes folyamat, nem kell ezen nagyon aggódni, ha ezzel a mérőműszerrel kiméred és maximum 50 ppm értéket mérsz, akkor még az a víz használható. És akkor lesz még itt a végére egy extra kérdés, amilyen személyes jellegű, amit Máté kérdezett meg. Te zenélsz is? Vagy hol lett felvéve? Látom a gitárokat. Igen, Máté sejtése helyén való, ugyanis én régen tényleg zenéltem. Háttérben ugye itt vannak a gitárjaim, amin itthon szoktam zenélgetni. Egyébként nem a gitár az elsődleges hangszerem, viszont már régóta gitározok, hanem dobverő, ugyanis én doboltam nagyon sokáig. Most is járok még rá próbaterembe, van egy pici próbatermem, de mindjárt bevágom róla a képet. Sajnos most már kevesebbet, nagyon sok a dolgom, ugye egyrészt ezekkel a videókkal is, másrészt ugye a saját munkám is van, minő meglepő, úgyhogy itthon zenélgetek. Annak az eredménye egyébként az a két kis dalocska, amit most a YouTube-on fellelhettek. Hát ez ilyen kis móka szórakozás egyébként, hogy ne legyen mindig csak unalmas az egész csatorna. Remélem, hogy valakinek egyáltalán tetszik. Lehet, hogy még lesznek ilyenek. Úgyhogy egyelőre nem tervezek ebből koncertturnét, vagy bármi ilyen nagy volumenű mókát. Ugye most zenésztársaim sincsenek, nyilván tudnék keresni, de most ez csak ilyen házi szórakozás. Egyfelől magamat, és hogyha valakinek tetszik, akkor örülök, hogy más is szórakozik rajta. Úgyhogy lehet, hogy lesznek még ilyen kis érdekességek. Úgyhogy ebben a része most ennyi fért bele, remélem megint kaptatok új információkat, várom a következő kérdéseket, nyugodtan küldhettek szinte bármilyen témában. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy bármit kérdezhettek, lehet, hogy még kvantummechanikából is egy kicsit tudok válaszolni, ha bár az nem az én területem, de valamit makognék. Úgyhogy a növényekkel kapcsolatosan is bármilyen kérdés jöhet, vagy akár itt a videó alatt a komment szekcióban, vagy a maron@maron.hu e-mail címre, vagy akár a chat szobában is jöhet, vagy a weboldalon keresztül, bárhogy küldjetek kérdéseket, és egyre gyorsabban fogom megválaszolni, ez a tervem. Továbbá, hogyha lehetséges a videók alatt egy pici kis aktivitást, hogyha tudtok mutatni, az tök jó, mert pörgeti egy kicsit az algoritmust, és egyre több embernek fogja kiajánlani a videókat, így bővül a csoportunk, bővülnek a tagságok, habár most a pécsi rendezvény után elég sok új arc jött, akiket innen is üdvözlünk. A következő rendezvény, ahova menni fogunk, az a Szegedi Lótusz Napok, ami a július utolsó hétvégéje. Ott is lesz egy növényekkel, információkkal, mókával, kacagással. Nem ígérem, hogy viszem a gitáromat, mert nem fog beférni a kocsiba. Ott is várunk mindenkit szeretettel. Gyertek oda hozzánk, nyugodtan, ne legyetek szégyenlősek. Most is tök jó volt Pécsen, hogy többen oda jöttetek, legalább így szemtől szembe is meg tudjuk ismerni egymást. Tök jól elbeszélgettünk, úgyhogy várunk mindenkit majd Szegeden. Viszont ki lesz majd plakátolva, nyilván a Facebookon, meg mindenhol a pontos esemény, a pontos helye. Hajrá mindenkinek, gyűjtsétek az esővizet, mert mostanában elég sok fog esni. Hajrá!